Délután 4 órakor már tök üres az Andrássy út, a rendőrség nagy erőkkel biztosítja itt a helyszínt az Állami Operaház előtt, ahol majd a kormány megünnepli az új alkotmányt. Az ellenzéki tüntetőkről pedig Plankó Gergőt kapcsoljuk. Itt azt látjuk, hogy épül már a színpad, ahol ellenzéki pártok és civil szervezetek közösen tüntetnek majd az új alkotmány ellen. Előtte lesz egy kisebb, másik civil tüntetés is, de az igazi nagy esemény majd később kezdődik. Olvass el az újságot, mindenki a történelmet, amit ellopott, és nézze meg, mit tett a Pinochet. Ezekkel is azt kellene csinálni. De leginkább a zsidók foglalták el az országunkat, azok, és azok dirigálnak. De jól tetszik mondani, tudja, hogy mennyi zsidó van a Fideszben? Én tudom, meg cigány. Akkor tudom, miért tetszik tudom, ilyet beszélni? Tudom, hogy tudja, mi maga? Tudja, maga egy sima mezei rasszista. Nem. Kíváncsiak vagyunk, hogy Gyurcsány, miután minket szétveretett, most mit fog érezni? Mert nem. Esetleg őt is szétverik? Ha van Isten a magyarok igébe, akkor igen. Egyet hatva nem tudjuk, mire lesz jó az egész este, de olyan itt az opera előtt a hangulat, mint a Hyde Parkban, mindenki tolja a magáét, egyiknek Orbán van elege, egyiknek Orbánból van elege, másiknek Gyurcsányból, és így tovább. Nyugdíjat? Mennyi pénz, mennyi nyugdíjat van? Mert én 57 éves vagyok, és nincs munkám, és 6 gyereket kéne eltartanunk, tudja? Gyurcsány! Szintja Gyurcsány! Szintja az egyet, picsányáddal együtt! Hülye bukófasz! Ahhoz, hogy megint az ellenzék gyerjen, be kell állni Gyurcsány Ferenc mellé. Nem elé, nem odé, be kell állni. Azt tudod, hogy a Rákosi is ünnepelt? Igen? Igen, és Gyurcsánnyal ünnepelt. És Gyurcsánnyal ünnepelt. A Gyurcsánnyal le vagytok szarva, meg az Orbánnal együtt. Az a véleményem, hogy Orbán Viktor, hogy úgy mondjam, elgyurcsányolta a dolgokat. A helyzet most úgy áll, hogy senki sem az Orbán kormány ellen tiltakozik, hanem a szocialista szavazók, nácik az a kiáltásokkal küldenék haza a nemzeti radikálisokat, akik pedig Gyurcsány takarod kiáltásokkal üldöznék el őket. Gyurcsány takarod! Nácik haza! Basz meg! Vagy elterjedtek szimplán nem náci, basz! Kísérjétek ki az urat, jó? Sokat kísérjek ki az urat! Kísérjük ki! Így köztársaságot, demokráciát akarunk, ahol az emberi jogok, a vallásszabadság, a sajtószabadság, a magántulajdon védelme és a szolidaritás az érték. Össze kell fogni a civil szervezeteknek, a demokratikus pártoknak, szakszervezeteknek, egyházaknak. Egy dolog menthet meg bennünket, mindannyiunkat. Az együttérzés, az összefogás, ha nem félünk. Lesz még magyar köztársaság! Aki minket meglát, mit fog az gondolni, az fogja gondolni idegen. Vége van az alkotmányozó ünnepségnek itt az opera előtt, ezt csak onnan lehet tudni innen az utcáról, hogy a művész bejáron csapatosan hagyják el jól öltözött úri emberek és úriasszonyok az épületet. Miért a művész bejárót választották az eltávozásra?
Ön lenne az egyetlen, aki... Erre ja. Szeretünk jártálni. Akkor el nem tek hátulról a hülyeség interjút csinálni, hogy miért a... Ez nem némileg egy megfutamodás, egy kicsit, mégis annyi rendőr volt ott, hogy... Hát nem kell. Jobban szeretünk kettesben sétálni a feleségemmel. A rendőrök társaságban nem olyan izgalmas. Értem. És egyébként milyen volt a hangulat bent az operában? Milyen volt az ünnepség? Megható és ünnepélyes. És mit szól ahhoz, hogy azért hát elég sokan voltak itt az Andrássy úton és tüntettek? Bent többen voltunk. Köszönöm szépen a nyilatkozatot. Viszont. Hát szerintem, ha elő megy ki az ember, akkor sincs félnivalója. Tehát nem hiszem, hogy egy olyan demokráciában élünk, ahol bujkálni kell. De miért ment ki mindenki végül is hátul? Hát mert ott küldték ki az embereket, tehát le van zárva a főbejárat valószínűleg, hogy biztonsági okból. Elnézést, művész úr, megkérdezhetem, az Indextől vagyunk, esetleg nem az alkotmányozó ünnepségen voltak bent az operában? De nem kérdezheti meg, köszönöm szépen. De miért? Tessék? Miért? Csak azt akartam kérdezni, hogy miért... Nem akarok önnek nyilatkozni. De miért? Az Indexnek nem szeretnék nyilatkozni. Olyan dolgokkal foglalkoznak velem kapcsolatban, ami azt gondolom, hogy nem jogosítja föl, hogy én önnek nyilatkozz. Jó, a 8. kerületi polgármestert már elkaptuk, csak annyit áruljon el az olvasó, de milyen volt bent a hangulat? Hát egy emelkedett ünnepi hangulat volt, az alaptörvény életbe lépett. Azt gondolom, hogy ez mégiscsak egy olyan pont az ország életében, amit illik méltóság teljesen megünnepelni. Mennyire hallatszott be itt az utcán a tüntetők zaja? Én nem hallottam, megmondom őszintén, de hát közismerten nagyot halló vagyok. Hallatszott az utcának a zaja? Bent. És mit szólnak ahhoz, hogy... Jó, meg van építve az épület. És mit szólnak ahhoz, hogy az új alkotmányt ilyen... Hát azért volt ellene tüntetés. Hát ez... Mihez mit szólunk? Hát, hogy az új alkotmánynak nem mindenki örülne. Hát Isten, hát 10 millió ember nem örülhet mindennek együtt. Jó estét kívánok, az Indextől vagyok. Jól éreztük magunkat. Igen, ez volt a kérdés. Köszönjük. Köszönjük. Megkérdezhetjük, milyen volt bent a hangulat? Szép magyar koncert volt. És ő behallatszott valami itt az utcán? Semmi. Hál' Isten, semmi. És mit szólnak ahhoz, hogy nem mindenki örül ennek az új alkotmánynak? Az alkotmányt a nép választotta. Mindenkinek joga van kifejezni a véleményét, akár ilyen módon, akár más módon. Mégiscsak egy szabad ország vagyunk, nem? Igen. És akkor még egy dolog, ha már ezt a szabad országnál tartunk, hogy az Index mikor mehet vissza a parlamentbe? Nem... A magyar kormány egyik államtitkára vagyok, tehát sajnos erre nem tudok önnek válaszolni ezt a magyar házelnök úrtól, vagy a Magyarországgyűlés sajtóosztályától, vagy sajtós, hát nem tudom ki az, azt kell megkérdezni. És nem tud esetleg odahatni? Mindenképpen jelezni fogom az elnök úrnak, hogy egy ilyen megkeresés érkezett az utcán. Jó, köszönjük szépen. Boldog új évet kívánok. Viszont kívánok.